Üdv mindenkinek, ez a Spátrend Expo Live, de megy a visszaszámlálás, már csak pár nap, és indul a Spátrend Expo. Itt van velem Vezser Roland, a Spátrend alapító tulajdonosa. Egy kicsit segíts nekem, itt állunk egy nagy ágyú mellett, ugye ez a Cantabria, a Caldera csúcsmodellje. Ha választunk jacuzzit, az talán emellett lehet a legjobban megnézni, hogy mire kell odafigyelni. Ez egy igazi nagy pályás, tehát hogy akkor induljunk a mérettől. Hogyan lehet jól jacuzzit választani? Abszolút. Ez, ami mellett állunk, ez valóban a világ egyik legnagyobb használható méretű masszázsmerencéje. Körülbelül 3 méter hosszú és 2,40 széles, 8 fő fér el benne, és valóban a legnagyobb modellen keresztül lehet megmutatni azt igazán, hogy mit tud egy masszázsmerence, és onnantól kezdve attól, hogy valami 3 személyes, 4 személyes, 5 személyes, ugyanazokat a funkciókat fogjuk benne találni, csak kisebb méretben, és ugyanazokat a jet elrendezéseket, csak ismétlődve kicsiben. Tehát akkor az első feladat, hogy jól mérjünk, gondolom otthon, mert hogy azért ez nem minden teraszra fér be. Igen, ha valaki szeretne egy jacuzzit vásárolni magának, vagy a családjának, akkor fontos az, hogy hova fogjuk tenni. Kültérbe tesszük, vagy beltérbe. Ha beltérbe tesszük, figyelnünk kell, hogy visszük oda be, tehát az mindenképpen korlátozza a méretet, hogy mekkora az ajtó, mekkora nyílás, hol tudjuk elforgatni, mert hogy ez egybe egy darabba érkezik. Ha kültérbe helyezzük el, akkor pedig találnunk kell neki egy olyan helyet, ahol egy ekkora tárgy elfér, és még nyugodtan körül is lehet járni, el lehet helyezni előtte egy lépcsőt, hogy be tudjunk lépni, el lehet helyezni rajta egy tetőemelőt, hogy könnyedén tudjuk kinyitni, bezárni a tetejét. Tehát ha megvan a helyünk, az alapján tudjuk meghatározni, hogy mekkora legyen a masszázsmerencé, illetve még egy dolog persze, hogy hányan vagyunk a családban, és hányan fogjuk egyszerre használni. És hogyha megyünk befele most, mert ha benézünk a medencébe, azt látom, hogy ugye rengeteg jet van, többféle befúvó. Hogyan érdemes választani? Mert azért nyilván az sem mindegy, hogy milyen típusú befúvók vannak egy medencében. Egy alapszabály nagyon fontos, amit sokan elfelejtenek, hogy a masszázsmerence jet száma, vagyis a befúvók száma nem határozza meg valójában a minőségét. Pont fordítva igaz, mint ahogy az ember elképzeli, hogy minél kevesebb masszázs befúvó van egy medencében, annál intenzívebb, annál átgondoltabb, annál kifinomultabb lesz benne a masszázs. Tehát úgy kell elindulnunk, hogy érdemes a vezető márkáknak a jet elrendezését figyelembe venni, hogy jó helyen és megfelelő számú masszázs befúvó legyen elhelyezve. Itt ugye, ez hány személyes? Mert próbálom összeszámolni, de olyan sok, hogy nem sikerült. Igen, ebben 8-an férnek el kényelmesen egyébként. Ez a Cantabria modell, a Calderának valóban a csúcsmodellje. Én leteszem a nagy esküt, hogy szerintem ez a világ egyik legjobb masszázsmedencéje, szerintem ez a világ legjobb medencéje. 8 nagyon kényelmes ülőhely van benne, és ha megnézzük a jetek elrendezését, akkor azok valamilyen szinten azért ismétlődnek a medencében, ugyanis a Calderának az egyik legfontosabb eleme a körkörös masszázsterápia. Tehát egy masszázsmedencét nem úgy választunk, hogy egy masszázshely minden izomcsoportot megmasszírozzon, hanem hogyha végigmegyünk helyenként, és mindenhol eltöltünk mondjuk 5-10 percet, attól függően, hogy mennyit akarunk jacuzzizni, akkor teljes értékű testmasszást kapjunk. Tehát ne törekedjünk arra, hogy tele legyen, hanem arra törekedjünk, hogy nagyon változatos legyen. Legyenek benne erősen befúvó, nagy vízszállítású jetek, legyenek benne kisebb akupresszúrás jetek, legyenek nagy erős döngölők, legyenek körkörösen forgó jetek, hogy az összes izomcsoportunkat teljes egészében át tudja masszírozni. Fekvőhelyet kinek érdemes választani? Mert látom, hogy vannak ülő, meg van egy fekvőhely is benne. Igen, léteznek olyan medencék, ahol akár 2 fekvőhely van, ebbe 1 fekvőhely van és ülőhelyek. De kommunikációs szakértőként biztosan sokat tudnám mesélni nekünk arról, hogy mennyire segíti az emberi kommunikációt a masszázsmerence. Hogyha beleül a család, akkor mennyire kellemes az, hogy egymással beszélgetünk, kizárjuk a külvilágot. Ha valaki már gyakorolt masszázsmerence használó, akkor nagy előszeretettel vásárol olyan masszázsmerencet, amiben nincs fekvőhely. Csak körbeülő, a család tagjai együtt ülnek és beszélgetnek. Igazi hangulat generátor akkor a jacuzzi ebben az esetben. Abszolút. Viszont ha valaki az első jacuzziát veszi, akkor azt gondolja, és jogosan is gondolja, hogy nagyon kényelmes egy fekvőhelyen rendelkező masszázsmerencét választani. Tehát a leggyakoribb az, hogyha van egy darab fekvőhelyünk, és annyi ülőhelyünk, amennyi belefér az adott helyre, illetve amennyi családunknak megfelel. Na most beszélgettünk a helyek számáról, beszélgettünk a nagyságról, ami nem látszik,
az a szigetelés. Nyilván az energiahatékonyság is fontos a választás során. Igen, a masszázsmedence választás egyik legfontosabb szempontja, hogy mennyit fog fogyasztani. Ez attól függ, hogy milyen vastagok a falai, és hogy ezek a falak milyen vastagon vannak szigetelőanyaggal teletöltve. Ebben a medencében úgynevezett fibercore hőszigetelés van, de a lényeg az, hogy minden medencében, ami itt a Spartrend Expo megtekinthető, 100%-os habszigetelés van, vagyis a medence falak és a külső burkolata teljes egészében ki van töltve habbal 100%-ban. Tulajdonképpen olyan ez a masszázsmedence, mint egy hűtőszekrény, csak fordítva működik. Egy teljesen tökéletesen hőszigetelt fal, aminek nincs hővesztessége, nem engedi ki a meleget, és nem engedi be a hideget egyáltalán, és rajta van egy vastag termotető, ami pedig a felfelé áramló hőáramlását gátolja meg. Így tényleg úgy viselkedik a medence, mint egy termosz. Amit ha teletöltünk meleg vízzel, ennek folyamatosan melegnek is kell maradnia. Apropó víz, az is egy nagyon fontos szempont lehet, hogy mennyire könnyű kezelni a vizet, mennyire könnyű tisztán tartani. Ebből mit tud például a kaldera? Igen, a kaldera, és kimondottan ez a Cantabria csúcsmodell, ez az Utópia sorozatnak az egyik medencéje. Az Utópia sorozat már képes arra, hogy egy teljesen automatizált sóbontó rendszerrel kezelje a vizet, ami azt jelenti, hogy a klórgranulátum helyett, vagy a bróm helyett egy természetes úton elektromos áram segítségével előállított klort hozunk létre a vízben, illetve aktív oxigént, aminek egyáltalán nincs klórszaga, csak a klórnak a hatása érezhető benne. Tehát egy olyan automata vegyszerező, ahol sós vízből képzünk elektronikus úton klort és aktív oxigént. Tehát ma már létezik az a megoldás ezeknél a medencéknél, hogy föltöltöm vízzel, sót teszek bele, és a sóbontó segítségével egyszerűen automatizálom a vegyszerezést. Köszönöm szépen, rengeteg dolog elhangzott arról, hogy mire kell odafigyelni, amikor medencét választunk, de biztos vagyok benne, hogy erről még fél órát el lehetne beszélgetni, úgyhogy érdemes eljönni majd a Spartrend Expo-ra, ahol Rolandék segítenek választani mindenkinek, aki masszázsmedence vásárlásban gondolkodik. Abszolút, a szakértőinkkel várunk mindenkit, gyertek el, tapasztaljátok meg, amit itt találtok, ismeritek meg a 100-120 darab különböző masszázsmedencénket, próbáljátok ki mindet, üljetek bele, és kérdezzetek tőlünk. És ha szeretnétek, akkor választhatok, és mi szinte azonnal telepítjük nektek.